Város csillag ragyogott fent, Ézsul a való, 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 való vagy. Vidám a hangulat a felvonuláson. Ezek a felvételek a tavalyi Városnapja rendezvényen készültek Pakson. Az elmúlt két évben nagy sikerrel rendezte meg Paksváros önkormányzata a Városnapja programot, mely az idei évben egyhetes programsorozattá bővül Paks várossá avatásának 40. születésnapja alkalmából. A Város hete május 15-e és 18-a között lesz megrendezve. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. Ennek kapcsán új témakörökkel, új programokkal és új helyszínekkel is fogunk jelentkezni. A Város hete a Csengeiben ünnepélyes megnyitóval startol, multidéző várostörténeti előadással fűszerezve. Másnap a városunk 40 év múlva alkotó pályázatra beérkezett művek és fotókiállítás megnyitása következik, valamint a Kressz Parkban átadásra kerül a park támfalára megálmodott Pál utcai fiúk graffiti alkotás. Péntek este helyi együttesek koncertjei várják az érdeklődőket a Dunaparti vízi színpadon. Szombat lesz a csúcspont, mely felvonulással kezdődik idén is. Nagy örömömre még mindig csatlakoznak újak a felvonuláshoz, úgyhogy remélem megint idén is nagyon látványos, és a jelek szerint igen népszerű lesz ez a programelem is. A Táncsics Parkban lesz halászléfőző verseny, a helyi szervezetek színpadi bemutatói, egészségsziget, kultúra és sportsziget vár mindenkit. Május 18-án szombaton este 6 órakor Szabó Balázs bandája, és este 8 órakor pedig a Charlie Band zárja majd a 4 napos programsorozatot. A részletes programfüzetet május elejére ígérik a főszervezők.